több felvételiző. A Nyíregyházi Egyetemet csaknem 2000-en jelölték be első helyen. Ez a tavalyi számadatnál 15%-kal jobb eredmény. Komplex fejlesztések, nem szétaprózott, hanem egymásra épülő turisztikai beruházások lesznek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Visszamondott nyaralások, egyre kevesebben utaznak Törökországba, sokan félnek a terrorcselekményektől. Nyilvánosságra hozták az egyetemi főiskolai jelentkezési adatokat. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Eszerint országosan 5%-kal nőtt a felsőoktatásba jelentkezők száma. A Nyíregyházi Egyetemet csaknem 2000-en jelölték be első helyen. Ez a tavalyi számadatnál 15%-kal jobb eredmény. A legnépszerűbb még mindig a sportszervező és a csecsemő gondozó alapszak. De sokan választottak gazdálkodási és tanári szakokat is. Leginkább a hatták, vagy pedig a repülés irányító. Mindennapos téma a nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban a továbbtanulás. A végzősök között vannak olyanok, akik pontosan tudják, hogy mit akarnak, vannak, akik még bizonytalanok. Fehér Alex orvos akar lenni. Jó vagyok biológiából és jó vagyok kémiából, és nagyon érdekel az emberi test és a betegségek, szóval nem akarom elpocsékolni ezt a tehetségemet. Ince Ákost egyaránt érdekli a katonai pálya és a színészet, de mégis a Műszaki Egyetem gépészmérnöki szakára jelentkezett. Azért nem marad Nyíregyházán, mert itt nem talált számára megfelelő képzést. A Nyíregyházi Egyetemen is van gépészmérnöki kar, de ott sajnos nem foglalkoznak épületgépészettel, és ez számomra az fontos lenne. A Vasvári Pál gimnáziumban velük együtt 142-en érettségiznek idén. Szinte minden végzős tovább tanul. A legszélesebb spektrumban jelentkeztek a felsőoktatásba. A műszaki, az egészségügyi, a tanárképzési vonal is megvillan egyébként. Jog, illetve a Nyíregyházi Egyetem különböző szakjai is megjelennek a listán. Táblázatban foglaltuk össze, hogy hányan jelentkeztek a nyíregyházi felsőoktatási intézményekbe. A Debreceni Egyetem egészségügyi karára 1384-en jelentkeztek, köztük 635-en első helyen. A január óta már Nyíregyházi Egyetemre jóval többen, összesen 3664-en jelentkeztek, köztük 1928-an első helyen. Megpróbálom megállni a saját lábunkon. Kerülő Judit, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese azt mondta, náluk nagyobb a növekedés, mint az országos átlag. Közel 2000 első helyes jelentkezőnk van. Egy felsőoktatási intézmény életében az első helyes jelentkezők azok, akik a legfontosabb adatot jelzik, hiszen ők valóban ide szeretnének jönni. A második, harmadik helyes jelentkezés is fontos, de azt általában inkább csak ilyen kiegészítő információként használjuk. Közel 2000 első helyes jelentkezőnk van, ez azt jelenti, hogy tavalyhoz képest majdnem 300-zal több. A legnépszerűbb szakok a gazdálkodás és menedzsment, a csecsemő és kisgyermeknevelő szak és a tanítói alapszak. Július 26-án derül ki, hogy kit vettek fel a felsőoktatási intézményekbe. Nem egyedi, hanem komplex turisztikai fejlesztésekre lehet pályázni a terület és település fejlesztési operatív program forrásaiból. A tájegységenként meghatározott irányelvek azt szolgálják, hogy ne szétaprózott, hanem egymásra épülő beruházások valósuljanak meg, ami hozzájárulhat a turizmus fellendítéséhez. Négy nagy tájegység, a Szatmár-Bereg, a Délnyírség, a Nyírség és a Rétköz komplex fejlesztésére összesen 8 milliárd forint toppos forrást biztosítanak a jelenlegi uniós ciklusban. A támogatások hiányzó turisztikai beruházásokat pótolnak majd, például a tervek szerint a bicikli utakon megálló és kerékpárjavító helyeket építenek, hangzott el a nyíregyházi turisztikai konferencián. Ezek kifejezetten megyei kezelési források, ahol szeretném elmondani azt, hogy itt a megyei önkormányzatnak vannak olyan komplex turisztikai projekt elképzelései, amelyek pontosan azt céloztuk meg, hogy ne pontszerű fejlesztések valósuljanak meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem a turisztikai desztinációkra levetítve valósuljanak meg komplex fejlesztési projektek. A TOP segítségével lehetőség van kulturális örökségek, például várak felújítására, teret kapnak továbbá a vallási vagy akár a horgász és vízi turizmushoz kapcsolódó projektek is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a TOP-on kívül több támogatást is igénybe vehet a fejlesztésekhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy speciális geopolitikai helyzetből adódóan három határmenti programban is érintett. A magyar-románban, a magyar-szlovákban, illetve a négy határmenti programban. Mindhárom program lehetőséget nyújt a turizmus fejlesztésére, épített
természet és kulturális örökségvédelem prioritás keretében. Az egészségturizmusban főleg a fürdőfejlesztések kaptak nagy hangsúlyt az elmúlt időszakban. Ennek egyik kiemelkedő példája a nyíregyházi gyógyhelyfejlesztés, de a régióban nem csak a megyeszékhely termálfürdője jelentős. Kiemelt gyógyhelyek is vannak a régióban, ami egyébként azért nagyon jó, mert még jobban lehet hangsúlyozni ennek az egészségturizmusnak a jelentőségét itt nálunk. Emellett azért nagyon komoly országos jelentőségű és regionális jelentőségű fürdőink is vannak. Most, ha néhány példát ki lehetne ragadni, akkor egyértelmű, hogy Nyírbátorról is nagyon sokat lehetne beszélni, nagyon sokat lehetne beszélni a Vásárosnaményi fürdőről, és hát ugye nyilván Kisvárda is egy kiemelt turisztikai helyszín. A konferenciát a Nyíregyházi Egyetem közreműködésével szervezték. Az intézmény célja, hogy turisztikai szervezetekkel és vállalkozásokkal is kapcsolatban legyen, mind az egyetem, mind pedig a hallgatók. Sorra mondják vissza az utazási irodáknál a törökországi utakat, sokan tartanak a terrorcselekményektől. A nyaralók inkább a görög szigeteket, Spanyolországot vagy Horvátországot választják. Az olcsóbb török utak sem kelnek el, és az is gyakori, hogy a nyaralók közvetlenül utazás előtt változtatnak úti célt. Törökországba szeretett volna menni a Kót család idén nyáron, de a közelmúltban történt terrorcselekmények miatt meggondolták magukat. Nem tartják biztonságosnak az országot, ezért más úti célt keresnek. Gyerekmedence, igaz, hogy ellátást ez nem tartalmaz, de árban lényegesen kedvező. Ennél a nyíregyházi utazási irodánál nem mondják vissza a foglalást árértékben, a hasonló kínálatból választanak. Olaszországba tengerpartra, családdal, két kisgyerekkel szeretnénk menni nyaralni egy kicsit. Hiába a korábbi évek egyik legkedveltebb úti célja volt Törökország, inkább lemondanak a csodás tájról, az all-inclusive ellátásról a turisták. A török Riviera 600 kilométerre van Ankarától, a biztonság az elsődleges nyaraláskor. Az idén már az előfoglalásokból is látszik, hogy Törökország, Tunézia, Egyiptom helyett Spanyolország, Bulgária, Olaszország és a Görög-szigetek iránt élénkült a kereslet. Kréta, Rodosz, Korfu, Zakintosz, és ezek közül három szigetre, Krétára, Zakintoszra és Korfura, Debrecenből is indulnak charterjáratok heti egy alkalommal, ami Nyíregyháza fekvéséből adódóan nagyon fontos szempont az utasoknak. A görög szigetek mellett a spanyol nyaralóhelyek iránt is nagyon érdeklődnek. Akik autóval indulnak nyaralni, a horvát tengerpartot is szívesen felkeresik. Tavaly március-április elejére 30%-kal több volt az előfoglalás. Valamennyivel visszafogottabb volt az előfoglalási időszak, ez azért érthető is, mivel a világ az bizonytalanabb, mint ahogy tavaly kinézett, hogy rengetegen szeretnének utazni, nagyon sokan érdeklődnek, és számítanak arra, hogy a nyáron egy kellemes helyen el tudják majd tölteni a nyaralási hetüket. Az idén az akciós utak nem érdeklik a nyaralókat, ha az kockázatos országokba szól. Az utazásszervezők szerint az emberek nem mondanak le a nyaralásról. Az utazási irodák azt mondják, az ügyfelek igényeihez igazodva, akár egy héttel, 10 nappal az indulás előtt is lehet úticélt, szálláshelyet is változtatni. Két népszavazási kezdeményezés témakörében is elkezdődött az aláírás gyűjtés a napokban, hangzott el az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján. A kúria elfogadta Gőgő Zoltán, szocialista országgyűlési képviselő, az állami földek eladásának tilalmára vonatkozó kérdését. Kéz Zoltán független képviselő az állami cégekhez kapcsolódó bruttó 2 millió forintos bérplafonról terjesztett be népszavazási kezdeményezést. Csabai Lászlóné, a párt megyei alelnöke szerint mind a két téma rendkívül fontos, ám a népszavazási kezdeményezés túlmutat a megfogalmazott kérdéseken. Túlmutat azért, mert 2010 óta úgy szigorodtak meg a különböző törvények, a gyülekezési törvény, a sztrájktörvény, és hát különösen a népszavazási kezdeményezésről szóló törvény, ami szinte lehetetlenné teszi a népszavazás kezdeményezését, amivel egyébként a Fidesz nagyon jól élt ellenzéki korában. Én őszintén remélem, hogy miután 4 nap alatt összegyűlt 50 ezer aláírás, a következő időszakban a 200 ezer érvényes aláírás sikerül összegyűjteni.
Az iskolákat fenntartó klik rendszere egyértelműen megbukott, jelentette ki sajtótájékoztatóján Földi István, a Jobbik megyei önkormányzati képviselője. Az ellenzéki politikus szerint azonban a klik tervezett átalakítása alapvetően nem változtat a kialakult helyzeten, mivel a központosítás a tervek szerint továbbra is megmarad. A Jobbik úgy véli, ahhoz, hogy hatékonyan működjön a hazai oktatás, vissza kellene adni az iskolákat önkormányzati fenntartásba. Teljes mértékben elmondható az, hogy észre lehet venni, hogy nem csak bizonyos területeken, hanem az egész ország területén érezhető az, hogy valamilyen hiba történt ebben az egész rendszerben. Úgy gondoljuk, hogy most már nem a különböző mismásolásokkal kellene foglalkozni, hanem a jövő nemzedékére való tekintettel igenis meg kellene ragadni valamit, hogy a Jobbik is kimondja a nemzeti konzultációs programjában, amit országos szinten folytatott, hogy az iskolai rendszert vissza kellene adni az önkormányzati részekhez. Hamarosan a pollen és allergia szezonról szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 70 percen keresztül emberhátrányban játszva győzött Ajkán a Kisvárda Mastergood. A labdarúgó NB2 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek Erős Gábor góljával nyertek 1-0-ra. Megtette az első lépést a legjobb négy közé jutás felé a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén 87-72-re verte a Tatabányát. A szokásosnál két héttel korábban kezdődött a pollen szezon ebben az évben. Ez főleg a korai meleg időjárásnak köszönhető. Jelenleg mintegy 10 féle allergén növény pollenje fordul elő egyszerre a levegőben, és az is megfigyelhető, hogy a korábban virágzó fajok szezonja elhúzódik az átlagosnál. Az allergia vizsgálatot érdemes minél korábban elvégezni, ugyanis a betegek 80%-a éveken belül asztmás tüneteket is tapasztal, ha nem kezelik megfelelően. A mogyoró és a szél már kevésbé okoznak tüneteket az allergiásoknak, pollen szezonjuk ugyanis már lecsengőben van. Most újabb 10 allergén növény pollenjei vannak nagyobb koncentrátumban a levegőben. Most jelenleg a korán virágzó fák, a nyír, a nyár, az éger, a platán, ami vannak a légkörben, utána jönnek a fűfélék, ősszel pedig jönnek a gyomnövények. Attól, hogy milyen hamar kezdődik a szezon, illetve mikor lesz vége, az időjárás függő. Most korán szép tavaszunk van, jó idő van, hamarabb kezdődött, nem sokkal, körülbelül olyan 2 héttel a szezon, mint ahogy szokott. Egy nyírfa barkái akár 6 millió pollent is tartalmazhatnak, ennek a szezonja pedig márciustól egészen június végéig elhúzódik. Az allergia tünetei hasonlóak a náthás panaszokhoz, viszont ha minden évben ugyanakkor jelentkeznek ezek a problémák, érdemes orvoshoz fordulni. Az allergia teszt egyszerű, kisebb felületi sebet ejtenek a bőrön, ami fájdalommentes, majd különböző allergineket cseppentenek rá. A szakorvos 15 perc után nézi meg, hogy pontosan mire allergiás a beteg, a bőr melyik része pirosodott ki. Az allergia vizsgálat mindössze pár percet vesz igényben, azonban érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni. A kipirosodott részeket nem szabad vakarni, viszont allergia gyógyszereket sem szabad előtte szedni. Azok, akik valamire érzékenyek, akár növényekre vagy állatokra, előbb-utóbb tapasztalják majd a tüneteket, ezért nem elkerülhető az allergiás betegség kezelése. Maga az allergia is egy elég kínzó betegség, mert a beteg mindennapjait tönkre teheti. Természetesen el lehet vele éldegélni, azonban az asztmások az allergiás betegek közül kerülnek ki. Mondhatjuk azt, hogy minden 10 allergiásból élete folyamán körülbelül 8 betegnek elő vagy utóbb asztmás tünetei is jelentkeznek. Tehát azért fontos, hogy kezeljük, nyilván, hogy az életminőség javuljon, hogy ne alakuljon ez asztmává. Fontos, hogy allergia vizsgálatra csak beutalóval lehet menni, 3 éves kor alatt pedig ilyen szűrést nem végeznek. Lapszám bemutatóval érkezett Nyíregyházára a Múzeum Café új főszerkesztője. A 10 éves folyóirat a Múzeumok és a Magyar Múzeológia magazinja. Idei első megjelent lapszáma már az 51. A lap új főszerkesztője Géci Emőke ismertette a megújult kiadványt, amely ezentúl több szakszerkesztővel dolgozik, valamint könyvformátumban jelenik meg. Ha valaki kezébe fogja a lapot, akkor egy egészen más lapot fog a kezébe, már csak azért is, mert könyvformátumú az új lap, az eddigi magazinformátummal ellentétben, és az egész tematikát ennek megfelelően alakítottuk át. Mélyebb kutatási témákkal foglalkozunk, kicsit könyvszerűbb a lap, és szeretnénk, hogyha a használata is kicsit a könyvek felé vinné el a dolgot. Tehát, hogy ez egy olyan periódika, amely könyvként használható.
70 percen keresztül ember hátrányban játszva győzött Ajkán a Kisvárda Masztergód. A labdarúgó NB2 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a vendégek Erős Gábor góljával nyertek 1-0-ra, és sikerükkel előreléptek a tabella negyedik helyére. A Soroksártól elszenvedett hazai vereséget és a bajnoki szünetet követően lépett pályára a sereghajtó Ajka otthonában a Kisvárda Masztergód. A vendégek a 19. percben emberhátrányba kerültek, Ribánszki kapust állította ki a játékvezető. A 43. percben büntetőhöz jutottak a várdaiak, Erős Gábor pedig megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját. Egész héten arról beszéltünk, hogy ezt a mérkőzésnek mindenféleképpen meg kellene nyerni. Úgy gondolom, hogy mentálisan voltunk erre a meccsre rendkívül erősek. Ezt azért is merem kijelenteni, ugye, mert ez volt az első olyan mérkőzés, amikor emberhátrányban voltunk, és győzni tudtunk, illetve 3 pontot tudtunk szerezni. Egy meccs volt, amikor pontot sikerült csak rabolni. A forduló további eredményei Sziget-Szentmiklós-Szeged 0-3, Siófok-Soroksár 0-1, Mezőköves-Csákvár 3-0, Balmazújváros-Zalaegerszeg 1-0, Dunaújváros-Szolnok 1-1, Gyirmót-Budaörs 3-2 és Vác-Sopron 0-1. A tabella élén a Gyirmót áll 47 ponttal, megelőzve a 38 pontos Mezőkövesdet és a 36 pontos Zalaegerszeget. A Kisvárda 33 ponttal a negyedik helyen várja a 15. Sziget-Szentmiklós vendégjátékát. A Sziget-Szentmiklósiaknál kedden az eddigi edzőt, Vágó Attilát, Tamási Zoltán váltotta a kispadon. A Sziget-Szentmiklós, hogyha jól tudom, 12 forduló óta nem nyert mérkőzést, tehát egyszer biztos, hogy át fog fordulni nekik, remélem, hogy ez nem itt Kisvárdán fog megtörténni, de én úgy gondolom, hogy egy masszív csapat, aki inkább a védekezésre helyezi a hangsúlyt, tehát nem lesz könnyű őket feltörni, és megvannak azok a gyors játékosok, akik egy kontrát tudnak játszani. De én bízom abban, hogy ahhoz, hogy mi elérjük azt a célt, amiről mi az öltözőben beszélünk, ahhoz nekünk itthon nyerni kell. A Kisvárda Masztergód Sziget-Szentmiklós mérkőzés szombaton 16 óra 30-kor kezdődik a Várkerti pályán, Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják a találkozót. Megtette az első lépést a legjobb 4 közé jutás felé a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság negyeddöntőjének első mérkőzésén 87-72-re verte a Tatabányát. A két nyert meccsig tartó párharc második találkozóját vasárnap rendezik. A nyíregyházi kosársuli a keleti csoport második helyezettjeként fogadta a nyugaton harmadik Tatabányát. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, az első negyedet 32-13-ra nyerte az NKS. A második 10 perc is a vendéglátók illet 3 ponttal, fordulás után azonban zárkózni kezdett a rutinos játékosokat felvonultató Tatabánya, 10 ponton belülre azonban nem tudtak kerülni a vendégek, Farkasinszky Gyuláné együttese végül 15 pontos győzelmet aratott a negyeddöntő első felvonásán. Olyan szempontból egy jó mérkőzés volt, hogy aki kijött nézőnek, az egy változatos mérkőzést látott, nagyon sok taktikai variációt lehetett látni, ugye a védekezések különböző variációját próbálta ki mind a két csapat. Megpróbáltunk ugye úgy szerkezetben, emberanyagban forgatni, ugye az ellenfél cseréjéhez alkalmazkodva. Ezen a mérkőzésen ebből mi jöttünk ki jobban, ettől függetlenül ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, a győzelemhez az egy óriási dolog, ugye mégis csak az első párharcot itt megnyertük a Tatabányával szemben, visszamegyünk Tatabányára, ez a teljesítmény ott nagyon kevés lesz, ettől sokkal többet kell hozzátenni úgy koncentrációban, mint pontosságban. A mérkőzésen 21 pontot szerző Pál Vivien a győzelem ellenére sem volt teljesen elégedett az általuk mutatott játékkal. Egész héten készültünk erre a meccsre, mint támadásban, mint védekezésben, mindent átvettünk, videóelemzést is csináltunk, és hát az elején ment a játék mindenkinek az első negyedbe, de utána ilyen pánikszerű rohamot kapott mindenki, és a védekezésnél teljesen tétestünk. A két nyert meccsig tartó párharc második mérkőzését vasárnap Tatabányán játsszák le a csapatok. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Nyilvánosságra hozták az egyetemi főiskolai jelentkezési adatokat. Eszerint országosan 5%-kal nőtt a felsőoktatásban jelentkezők száma. A Nyíregyházi Egyetemet csaknem 2000-en jelölték be első helyen. Ez a tavalyi számadatnál 15%-kal jobb eredmény. A legnépszerűbb még mindig a sportszervező és a csecsemőgondozó alapszak, de sokan választottak gazdálkodási és tanári szakokat is. Nem egyedi, hanem komplex turisztikai fejlesztésekre lehet pályázni a terület és település fejlesztési operatív program forrásaiból.
A tájegységenként meghatározott irányelvek azt szolgálják, hogy ne szétaprózott, hanem egymásra épülő beruházások valósuljanak meg, ami hozzájárulhat a turizmus fellendítéséhez. Sorra mondják vissza az utazási irodáknál a törökországi utakat, sokan tartanak a terrorcselekményektől. A nyaralók inkább a görög szigeteket, Spanyolországot vagy Horvátországot választják. Az olcsóbb török utak sem kelnek el, és az is gyakori, hogy a nyaralók közvetlenül utazás előtt változtatnak úti célt. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 5-én kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk, híreinket, tudósításainkat, műsorainkat megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál melegebb időjárás. Szerdán egy gyenge hidegfront érinti a Kárpát-medencét, számottevő változást azonban nem hoz. Átmenetileg néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik a front nyomában. Éjjel többnyire derült idő várható, a délnyugati szél időnként megélénkül, reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, néhol zápor, kis valószínűséggel egy-egy zivatar is előfordulhat. A nyugatira forduló szél megélénkül, időnként meg is erősödik, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön még folytatódik az ilyenkor szokásosnál jóval enyhébb idő, és csak futó zápor, esetleg egy-egy zivatar fordulhat elő, péntektől azonban lassan mozgó hullámzó frontálzóna alakítja időjárásunkat, több lesz felettünk a felhő, sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is lehet, és a hőmérséklet 5-8 fokkal visszaesik.